A Magyar Falu Programban az egyik legnépszerűbb pályázati elem a kisbuszok beszerzésére kiírt volt. Hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, akinek a körzetben 56 településből 29 nyert mikrobuszt. Mint mondta, azok az önkormányzatok, akik vállalták, hogy a már meglévő használt kisbuszukat felajánlják egy civil szervezetnek, esetleg a határon túlra pluszpontot kaptak a pályázati elbíráláskor. A használt buszokat a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetségnek adták át. Ma délután itt is volt az elnök úr, Popovics Pál, akit én egyébként már nagyon régóta ismerek, meg tényleg baráti, illetve munkakapcsolat is köt bennünket össze, és örülök annak, hogy ebben a nagyon nehéz háborús helyzetben, bár Kárpátalját maga a háború nem érte, és nagyon reméljük, hogy nem is fogja elérni, de ők kapták meg. Biztos, hogy hasznára válik majd az Egyesületnek, hiszen most nagyon sok menekült van belső Ukrajnából Kárpátalján, nagy segítség nekik ez a kis busz. A személyszállításra alkalmas jármű nem üresen indult Munkácsra, hiszen az ukrán-orosz konfliktus kapcsán megvalósuló, soha nem látott mértékű összefogástól nem egy 2. számú választókerületében is megmutatkozik. Nak, Kapospula, Kocsola és Dalmand lakossága széles körű adománygyűjtésbe fogott, hogy az elajándékozott kisbuszt tartós élelmiszerekkel és mindennapi élethez szükséges eszközökkel töltsék meg. A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség elnöke Popovics Pál elmondta, nagy segítségükre lesz a jövőben a személyszállításra is alkalmas jármű. Hát a Kárpát-Magyar Cserkész Szövetség 30 éve működik, és 30 éve vágyunk arra, hogy egy olyan járművünk legyen, amivel gyerekeket is, cserkészeket is, tábori felszerelést is tudjunk szállítani, mert mindig valakitől kellett kölcsönkérni, és úgy, hogy most van egy sajátunk, amivel magunk rendelkezünk, ez egy nagyon nagy segítség számunkra. A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetségnek most különösen jól jött ez a nagyvonalú adomány, ugyanis a háborús helyzet miatt így módjukban áll majd a segélyszállítmányok célba juttatását segíteni.